Na, lássuk. Tehát kaptam egy üzenetet, ugye látjuk, ez a Facebook arrivált üzenetek része. Most van 3:30, és 2:30-kor, körülbelül talán egy órája kaptam ezt az üzenetet, hogy... Na, várjál. Szóval, üdvözlöm, a számítógéppel kapcsolatban érdeklődnék. Aktuális-e még? Én már 4 hónapja táppénzzel vagyok, mindkét lábammal műtétre várok, nem igazán tudok járni. Ezzel a hét minden napján napját itthon töltöm, kivéve ha orvoshoz megyek. Szívesen elfogadnék egy gépet, esetleg kaphatnák. Pénzünk sajnos nincs rá, mivel csak a párom dolgozik és albérletben lakunk, szóval nagy segítség lenne rá. Oké, hát üzentem neki, hogy kérem hívjon föl, és ez, várja csak, várj egy. Szóval ott kaptam egy lájkot, nem tudom mire, mindegy. Kérem, szíveskedjen megírni, mikor kereset, ami nem zavarom, én itthon vagyok, hívjon nyugodtan. Nincs meg a telefonszám? Aztán nem nagyon válaszolt, hogy bekerült az arrévba. Ezután a beszélgetés után, ami nem mondhatnék beszélgetésnek, rányomtam a lapjára, és azt vettem észre, hogy az első poszt a következő. Eladó jó minőségű számítógép tartozékokkal együtt 22 000-ért Kistarcsánpesten. Ez érdekes, nem? Szóval, hogyha elad egy számítógépet, akkor miért nálam keresi? Vagy azt is eladja, vagy... De van ám itt minden, ami eladó, mindenféle ilyen Dodgy Pro X5-ös telefon, ilyen furcsa töltővel. De én szerintem elvileg működik. Csak az a furcsa, hogyha elad mindent, akkor miért kér tőlem ingyen gépet? Tehát ez kicsit ilyen furcsa a számomra, hogy... Ez most akkor micsoda? Szóval visszatérve ide az üzenőmezőre, hol van? Arrivált üzenetek. És akkor, hogyha így áll a helyzet, akkor ezt miért kéri tőlem? És amikor mondom, hogy hívjam fel, akkor miért nem hív fel? Szóval az kicsit azért... Talán furcsa. Ennyit akartam csak mutatni, micsoda emberek vannak.